Sziasztok, kedves nézők, ülő YouTube csatornámon, én Nemes Máté vagyok. Mai nap folyamán eljöttünk Gyökérkultra pergetni, azaz pontosabban mondva a nyugati főcsatornára, a Gyökérkulti zsilipet. Szóval itt vagyunk a Gyökérkulti zsilipnél. A mai nap folyamán szeretnénk legalább egy olyan csukár fogni, mint ami a pólómon van, vagy esetleg süllőt, vagy bármit, ami a horogra akad, de javarészt amúgy csukázni jöttünk ki. A mai napra is a lájtos botomat hoztam. Ugye ez egy dambot, vagy dámbot, ki hogy mondja, egy 20-as dámorsóval. A többit azt már tudjátok, mert mutattam már több videóba is. Rendkívül tiszta, átlátható a víz. A víznek az átláthatósága legalább egy ilyen 60-70 centi, hihetetlenül tiszta a víz. Meg is kezdjük a dobálgatást. Kezdésnek egy szalmó wobblerrel kezdek. Ez egy 7 centis wobbler, ilyen tigris színben, sárga, narancsága az alja, aztán a testének a közepe az sárga, és a teteje ilyen zöld-fekete. Ez már adott nekem néhány halat. Hát ha a mai nap folyamán is ad halat. Dobjunk is be! Ugye, mint mondottam, érdemes csukára mindig a lábunk alól próbálkozni, mert sokszor ezek a ragadozók part közelből jönnek, a part szélébe, a kis sekélyebb részen vadásszák a kis halakat, a sneciket. Rengeteg hal mozgást, illetve rablást láttunk már, szóval itt biztosan tartózkodnak halak. Megvan az első hal, srácok. Egy gyönyörű szép kis csupesz, Gergőnek sikerült ezzel a sötét, szürke színű tűzterrel, ilyen kis duci tűzter. Ügyes vagy, Gergő. Köszönöm. Engedd vissza szépen. Aztán folytatjuk a pecát, egyébként még most jöttünk 5 perce. Micsoda szakszerű visszaengedés, ezt a fishing and huntingon láttad? Így van. Figyelj, látod? Válni kell, hogy erőt vegyen magát. Látod, mennyi kis hal van amúgy? Mint egy fadarabot húz. Nézed már. Első bedobásnál ide kihúzta. Aha. Idáig követte a csupa. Elhúztam az akadótól, akkor megriadt elme. Utána bedobtam, és itt a partnál megy rára volt. Meg egy kis béka. Ügyes vagy, bátya. 1-0. 1-0 Gergőnek. Tehát még csak most jöttünk, srácok. Fogsz te is, ne izgulj. Az első pergetett hal lenne? Hát ha. Rengeteg kis hal mozog a víz felszínén. Próbálom a túlpartot dobálni. Ott fekszik benne a csuklat. Megy a felvétel? Megy, igen. Hagyjad a szákat. Ott van, Gergő, mi? Hopp, hopp. Megy a felvétel? Megy. Ugyanaz. Az elém. Lekövette nekem is. Várjál. Úr, gyönyörű. Gondol akkora, mint a Gergőnek. Csak hát ez jó ez van. Ez nagyobb. Jó van. Kisakadt a szájába. Kisakadt a szájába. Szerencsé, hogy meglett.
gyerekek. A nyugati főcsatorna második csukája mai napon. Ez egy gyönyörű példány. Mindjárt megmérjük, hogy hány centi. Még van az is. Aha. Készültem. Tedd le. Szépen lehelyezzük a fűre. Vigyázz a szájához, ne nyúljál. Fogom én, hagyjad. Egy 70 centit mondok. 50 centi. A farka végéig, faroktőig 43 centiméter. Gyönyörű jószág. Honnan jött? Ennen az akadóból. Oké, és egy képet, babó. Azt hiszem, hogy ez a kis csuka, ami 50 centiméter, már megy a pólómhoz, amit köszönök szépen a nyomsnak és a pósnak. Jól látszódik a pólóval. Mindjárt visszanyeri szabadságát, csak lövünk egy képet. Mehet is vissza a csuka. Ez már nagyon menni akar. El is úszott. Mit ez? Busák? Vagy vörösszány? Van közt egy kis vörösszány, ott is egy látod. Te szívesszivel meg. Itt vagyunk Gyökérkútnál, sikerült egy-egy csukát fogni nekem és Gerrőnek. Úgy érzem, hogy szétdobáltuk ezt a vizet. Rablások még azok mindig voltak, de tovább állunk. Ugye arra már nem szabad menni a vasúton túl, már természetvédelmi terület. Visszamegyünk a 3-as szakasz. Az Ohati hídhoz visszamegyünk. Ez a bolond kutya talált egy kis teknőst. Jaj, mi van? Egy kis mocsári teknőst. Csóri most jól be lehet szarva. Letesszük ide. Gyere, na! Gyere, Csöpi! Srácok, valami brutálisan fúj a szél. Most az a terv, hogy menjünk itt a nyugati partján autóval, és az ígéretesebb, amit ígéretesebbnek látunk beállókat, ott megállunk és dobunk néhányat. Néhány képkockát muszáj voltam narrálni, annyira szélzős volt a felvétel. Itt megálltunk egy zsilipnél, ami szembe látható, most pont oda dobálok. Dobálgattam itt ezen a helyen egy jó 10 percet. Sajnos nem érkezett hal. Így a videó közepén is szeretnék elnézést kérni a szélzős felvételekért, de sajnos egy ilyen időt fogtunk ki. Próbálkoztam a többi felvétel narrálásával, csak ugye, ahol szemben vesz a kamera és beszélek, ott nem egyszerű utólag ugyanazt visszamondani, illetve szájra éleszteni a hangot. Most már mindenképp be fogok szerezni egy mikrofont a vízpartra is, hogy mindenképp jó minőségben halljátok a hangomat. A videó hátralevő részében maradjatok még velem, lesz még itt akció, ne kattintsatok el a videóról. Ha tetszik, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Köszönöm! Ugyebár a 3-as szakaszon járunk, jelen esetben az Ohati részen, itt is egy ilyen elágazáshoz érkeztünk, itt jobbra látható egy kisebb öböl, amit a kamerában mutatok épp, most azt látjátok, hogy dobtam és valami rávágott. Sajnos nem lett meg, itt a srácok nem akarták elhinni, hogy valami rávágott, de én azon pillanatban visszadobtam ugyanarra a helyre, ahol éreztem a rávágást, és tekerem, és lássatok csodát, mindjárt beadja a halat. Hopp, beadta a halat. Sikerült végre felvennem egy kapást, egy rendkívül szép, kis, erőteljes, karcsú csuka volt a jelentkező a sárga gumihalamra. Nem küzdött sokáig, bár a lightos botomat eléggé jól hajlította. Az elszánt segítőm már is megszákolja a csukát, ezt láthatjátok most. Hát egy kicsit balfaszul szákol ő is, de hát 12 éves kisrácról van szó, ezt nézzétek el neki, meg felfele tartja a szákot.
de hát nem mintha én sokkal profibban szákolnák. Miután megszabadítottam a horogtól, természetesen ezt a csukát is lemértem, ez is egy 45 centis méret volt, azt vettem észre a nyugati speciálim során, hogy ez az átlag méret itt, aztán ment is vissza a kis csuka a vízbe, hagy éljen. Szépen el is úszott. Na srácok, ennyi lett volna ez a mai videó, én szívesen maradnék még, vagy szívesen maradnánk még, de már annyira fúj a szél, hogy már egyszerűen nem lehet már dobálni. Ezeket a hatalmas fákat is nézzétek meg, hogy dobálja a szél. Nem lehet dobálni, meg már rendesen zavaró. Szóval köszönöm szépen, ha megnézted, ha ma is velem tartottál. És ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot mindenféleképp, iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg, mert a nézőimnek a 10%-a van mindössze feliratkozva, és az meg másokkal, hogy mások is lássanak ilyen csodálatos videókat. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!